Hetente nagyjából 50 autón csinálnak most gumicserét ebben a tolnai szervizben. Novemberben ennél már jóval többen szoktak ilyen munka miatt ide érkezni. Most viszont valószínűleg a koronavírus járvány miatti gazdasági visszaesés is közrejátszik abban, hogy az autósok többsége egyelőre kivár, ezt mondja a szerviz vezetője. Nagyon sokan ugye ráfogják arra, hogy kevés kilométert fognak menni, és ugye nem szereltetik át vagy a nyárira, vagy a télire. Ugye én ezt mindenképp egy nagy hibának tartom az ügyfelek részéről, mert ugye bármelyik kilométer, bármelyik 100 méternél történhet egy olyan fékezés, amikor nem megfelelő ugye a tapadás. A szakember szerint a téli gumikat akkor kell felrakatni, amikor az átlag hőmérséklet 7 Celsius fok alá süllyed. Antal Zoltán viszont azt mondja, Magyarországon még mindig elterjed gyakorlat, hogy az autótulajdonosok még ekkor sem fordulnak a szervizekhez, hanem az első hó lehullásáig várnak. A tolnai műhelyvezető szerint ez veszélyes, és érdemes lenne dátumhoz kötni a kötelező téli gumi használatot, mint például Ausztriában, ahol november 1-től egészen április 15-ig semmilyen autó nem közlekedhet téli gumi nélkül. Én azt javaslom, hogy aki megteheti, és ezek a 10 fok alatti hőmérsékletek vannak most már jelen ugye folyamatosan, mindenképp cserétessék le a gumit, hogyha lehetőség van rá, ugye egy biztonsági okok miatt. Ugye lehet, hogy nem csak a mi életünket menti meg, hanem ugye a többi közlekedő partnerét is. A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy egyre több internetes oldalról lehet téli gumit rendelni. Így vásárolni pedig sokkal nagyobb rizikót jelent, mint személyesen. Az interneten ugyanis a tapasztalatok szerint gyakran már több éve raktárban álló, előregedett gumikat adnak el a bolti árnál jóval olcsóbban. Az ilyen eszközök pedig az anyag öregedése miatt nem megbízhatóak.